figyelem! 1, 2, 3! Hajrá, József! Hömpölygött a tömeg a DVTK stadion előtt október 22-én, amikor is csapatunk a Ferencvárossal mérkőzött meg az OTP Bank Ligában. Kiváló hangulat várt a két együttesre az összecsapáson, amelyre pillanatok alatt elfogytak a jegyek. A játékosok is tudták, hogy nagyon fontos volt ez a találkozó a csapat és a szurkolók számára, így már a bemelegítésnél is nagyon fókuszáltak voltak labdarúgói. A szurkolók pedig óriási hangulatot teremtettek már a kezdő sípszó előtt. A mérkőzést megelőzően pedig köszöntötték Salamon Józsefet, a DVTK legendáját, aki a meccs utáni napon ünnepelte 75. születésnapját. Számára is sokat jelent klubunk. Mindent végül is, minden. Amióta leigazoltak 63-ban Diózsőrbe, azóta nagyon sok mindent köszönhetek a klubnak. Most is jól eső érzést tölt el ezzel kapcsolatban, csak ne lennék 75. Csapatunk már az elején szerette volna irányítani a mérkőzést. Rudi Posek váncás közel is járt ahhoz, hogy megszerezze a vezetést. Azonban a Fradi mégis előnyhöz jutott Botka Endre révén. Az első félidő kiegyenlített küzdelmet hozott. Csapatunknak és a vendégeknek is voltak komoly gólszerzési lehetőségei. Vitor Pernambuco állt a legközelebb a gólszerzéshez az első játékrész hosszabbításában, de az egyenlítés végül elmaradt. A félidei szünetben természetesen folytatódott a szülinapozás, hiszen tortával is köszöntötték Salamon Józsefet, aki nem ment el amellett, hogy a meccsről beszéljen. Az eredményen kívül aránylag jól, hát hiszen rengetegen vannak és rengetegen szurkolnak azért, hogy legalább egy pontot mentsünk. A második félidő is kiélezett küzdelmet hozott a két csapat között, és mint kiderült, közel 12.200 szurkoló látogatott ki a DVTK stadionba. Ez bizonyította a fantasztikus hangulat is. Sajnos azonban a csereként beállt Alexander Pesic góljával a vendégek megduplázták előnyüket. Csapatunknak viszont sikerült a szépítés. Vladislav Klimovics ugyanis büntetőt harcolt ki. A labda mögé Rudi Posek váncását, aki higgadtan értékesítette a 11-est. A DVTK harcolt, küzdött azért, hogy legalább döntetlent érjen el, ám a Ferencváros elvitte a 3 pontot Miskolcról. A szurkolók ennek ellenére is tovább biztatták labdarúgóinkat a mérkőzést követően.